A most következő Dino sporthíradó autós partnere a hivatalos Hyundai 60 márka kereskedés és szerviz. Sportosat. Híradónk vendége Vas László labdarúgó edző. Szervusz, üdvözöllek! Jó estét kívánok! Héten elkezdődik a NBA-ben is a bajnoki küzdelem, és ha minden igaz, akkor Vas László nélkül? Hát ez már egész biztos, hogy nélkülön fog elkezdődni. Természetesen én ott leszek személyesen valamelyiken több meccsen is. Tervezem, hogy kint leszek, mert idáig is az edzőmeccseken elég sokat kint voltam, főleg a Honvéd, mert helyileg közel volt közel van a Honvéd pálya, de aztán voltam a Vasason meg egy-két helyen, ahol már pattogott a labda, azt hiszem úgy szokták írni az újságírók, hogy újra potyognak, ez volt potyognak, és pont, hát a gólokra gondolnak természetesen. Kimegyek, hál' Istennek, hogy elkezdődik. Én imádkoztam egy kicsit, hogy az idő engedje, vagy ne zavarjon be. Kicsit csodálkoztam is, hogy az NB2-t elindították most szombaton, nem tudom, hogy miért, mert hát ez teljesen rizikós volt, hát láttam ezt a Szeged-Szolnok meccset, tehát nem volt egy éppen ideális talaj, de hát megúzták, meg sok meccset bevittek Műfűre, ami nem igazán jó. Én a szervezőbizottság helyében nem hoztam volna. Én legalább ugyanabban az időben kezdetném volna az NB1-et, vagy még később, mert be lehetne. Laci, mi a gond a Műfűvel? Egyre több edző azt mondja, hogy nem jó a Műfű. Tartósan rajta edzeni és munkát végezni azért nem jó, hogy ízületeket nagyon megviseli. Uh-huh. Egy. A másik pedig, amikor ugye éles bajnoki meccset, tehát lényegesen gyorsabb a műfüves pálya, mint a normál füves pálya, ez alkalmazkodni kell. És főleg mondom, a sérülés veszély is van benne, mert azért egy talajra érkezésnél ott azért az ráspolyszerűen leszedi a bőrt, de főleg az ízületekre tartós igénybevételnél, amikor egy egész felkészülés majdnem azon zajlik, hát harmadik hét után már nagyon sok tért, nagyon sok derék probléma van, és ez mind arra vezethető vissza, és arra is vezetik vissza úgymond az orvosok is. Ugye utoljára Csank Jánossal Zalaegerszegen dolgoztál, így utólag, miután ugye majdnem megszűnt az a legerszegi futballklub végül, aztán megmenekült az utolsó pillanatban, azért így laikusok számára is egyértelművé vált, hogy annó ti valami katasztrofálisan rossz helyzetben lévő csapatnál dolgoztatok össze, csak valamiért te sem, és a Csank János sem kommunikálta kifelé, hogy ott azért nagyon nagy gondok vannak. Most utólag már kiderültek, ugye? Hát végül is akkor még, amikor mi voltunk, akkor nagyon nagy gondok nem voltak, utána kezdődtek az anyagi gondok. Hát, hogy a szereplésünk az nem volt jó, az egyértelmű, hogy nagyon, nagyon kevés pontot szereztünk, sőt, hát egy pontot szereztünk a 7 meccs alatt, az nagyon-nagyon rossz és kevés volt. Tulajdonos bevállalta, hogy elküld minket, hát szíve joga. Ezt eldönteni, hogy így döntött, de hát nem lett sokkal több pont. Én maximálisan, vagy mi maximálisan drukkoltunk az Etének, mert mi is kerestük aztán az okokat, hogy miért lehetett, az nem nagyon találtuk meg, mert... És így utólag, hogy kiderültek, hogy milyen problémák voltak, a játékosok mikkel voltak elfoglalva? Akkor mondom, még nem. Akkor, amikor mi voltunk, akkor azért annyiban volt nehéz helyzetünk, hogy idézőjelben nehéz helyzetünk, hogy jött egy pár új játékos, azoknak a beépítése, és jött egy pár játékos, aki az előkészületi meg a felmérő időszakban sokkal jobbat mutatott, és mind amikor jöttek a bajnoki meccsek, itt értem a Bulatovicsot, a Sheriffet, aki Egyiptomból érkezett. Hát ezekkel az előkészületi meccseken úgy nézett ki, hogy megfogtuk a legjobbakat, és aztán kiderült, hogy mégsem voltak jók, és akkor ebből kifolyólag jöttek az első fordulóban a meccsek, amik nem jól sikerültek, és utána már jött a többieknél is egy önbizalomvesztés, és akkor már mentünk bele a mélybe.
és aztán meg jött rá többi probléma. Hát igen, aztán utána amikor a Bruckner átvette a csapatot, akkor sem lett sokkal több pont, de ahhoz még hozzácsapodott, hogy utána jöttek ezek a pénzügyi problémák, ami azóta is van, de hát most a legutolsó információk azok olyanok, hogy megoldódni látszanak, még a bajnoki rajt előtt, hát ez talán a legjobbkor kapnának a játékosok egy bizonyos igen, összeget. Igen, csak ha jól tudom, ugye fél évről van szó, tehát ezt a szezon úgy oldódik meg, hogy ez a szezon. És ez mennyire jó ez így, hogy most... Hát én azt mondom, hogy inkább ez legyen, hogy úgy esik ki egy csapat, hogy kiesik, de nem szétesik egy klub, mert szét is lehet esni, hogy utána aztán éveken keresztül nem tud magához térni, lásd ott a környéken, lehet mondani, ez a Nagykanizsa, hát évekkel ezelőtt NB1-es csapata volt, és most meg viszont igen, NB3-asok már több éven keresztül, hogy aztán mi történt ott. Na de ez lenne jó, hogyha ez nem így történt. Az Zalaegerszegen megtörtént a világban már nagyobb csapatokkal is, természetesen kiestek. Lásd az MTK. És magyar viszonylatban az MTK, de kint külföldről is lehetne mondani. Itt az a lényeg, hogy mikor kerül vissza. Hogyha egy év után visszakerül, akkor a klub történetében ez a 12-es év egy negatív eredmény, de hogy utána visszakerül egy év után, de azért nem lesz egyszerű, mert azért egy gyirmót már bejelentkezett a jövő évre, sőt ebbe az évben is itt hangoskodnak, igen, hogy talán itt még utolérik az MTK. Mit szólsz utolérhet? Mert most az igazolások azt sejtetik, hogy komolyan gondolják, hogy az MTK-t Esélyük nincs. Hát MTK-t én most is első ligás csapatnak tartom, a jelenlegi állományát is, meg a szakmai stábját is megítélve, abszolút nálam nincs esélye a gyirmótnak. Jó reklám ez, természetesen élnek is vele, de hogy jövőre, hogyha odaesnek ki a Zette is, akkor ott ugyebár előzetesen már bejelentkezett a Tatabánya is, úgyhogy ez nagyon komoly nyugati csoport lenne. De hát, ez a jövő zenéje. Az a jövő évnek az NB2-es iszonyatos nagyon nehéz bajnoksága lenne, sőt, hát annak a függvényében menne, hogy aztán jövőre meg átszervezés elé néz az első-második. Jó, Laci, hát akkor ennyit a Zalaegerszegről, majd ugye jövő majd megmutatja, hogy mi lesz, hogy lesz. Rólad mit lehet tudni? Vannak-e tárgyalások, esetleg néz ki neked valami szerződés? Vagy teljes csend van körülötted? Hát azt lehet mondani, hogy csend van, viszonylagosan csend van, mert most a legutolsó olyan variáció, ami történik velem, hogy a László Csaba megkeresett pár héttel ezelőtt, és abban maradtunk, hogyha sikerül neki átvinni a kinti szövetségnél azt, hogy belekerüljek abba a válogatott stábba, amivel ő szeretne dolgozni, mert ő szeretné, hogyha kimennék. Mert most két szövetségi kapitány. Litvániában lett szövetségi kapitány, 2+2 évet írt alá. Hát ő ugyanezt szeretné, hogyha én is ezt megkapnám. Tehát te lennél a másodedzője? Én lennék a másodedzője. Igen. De aztán be is vállalt ő még ott plusz feladatot, az alválogatott mellett azért ő még az utánpótlás válogatottakat is úgymond felügyelni. Tehát akkor nem állt föl, akkor még a teljesen a stáb ezek szerint. Abszolút nem állt föl a stáb. Akkor még van esély. Nagyon. Ő azt mondja mindig a Csaba nekem, hogy nagyon nagy az esély, százalékosan ő szokta ezt így mondani, hogy 90%-ra mondja ő most ezt az esélyt. Egy valamit meg kell várni, március 17-én lesz a Litván Szövetségbe elnökválasztás. Azt meg kell várni. Az ő pozíció, vagy az ő helyzete nem változik, mert őt megválasztották, de hogyha most úgy néz ki, hogy a mostani elnök lesz az új elnök is, vagyis a régi elnök lesz az új elnök is, akkor sima ügy a dolog az enyém, de hogyha nem, akkor is ő azt mondja, hogy sima ügy lesz, mert ő most valahol azért olyan helyzetben van, hogy kérheti a stábnak az összeállításába. Természetesen a litvánok is szeretnének bevinni saját embereket a mostani állás szerint a stábba. Hát azt beszéltük a Csabával, hogy oké, a kapus edző az legyen litván, és akkor mi ketten csináljuk a munkát, mint másodedző lennék mellette. Én nagyon szeretném, ha nem sikerül, akkor sem dől össze a világ, mert Kuwaitból keresgélnek, épp tegnap előtt voltak hívások. Természetesen a Csankenival is mindennapos kapcsolatban vagyok, és hogyha őt megkeresik, akkor mindenféleképpen ő is azt mondja, hogy akkor még mindig ugye számít rám, és ő is javasolta, hogy én említettem neki, hogy van ez a litván dolog, és határozottan mellette volt, hogyha ilyen van, akkor természetesen menjek, és nem probléma az ő. Dolgoztam már válogatott mellett? Még nem dolgoztam, ezért is jó lenne kipróbálni, mert ezt ebbe a
pár évben, ami még hátra van, mert én is idén már leszek 62, jó, hogy nem érzem, de azért beleférhetne még a pályafutásba egy ilyen pozíció is. Végül is prolicenszes edző vagy, tehát minden az van. Igen, hát hál' Istennek, hogy a prolicenszem megvan, szeretném is használni. Hát most aztán állok elébe, hogy hol és mikor, ha nem lesz belföld, akkor külföld. De most inkább a külföld felé hajlik a mérleg nyelve. Héten kezdődik a bajnokság, kimész valamelyik meccsre, mondjuk egy Vasas Honvédra, mert úgy közel van. Egész biztos. Hát mondjuk a Vasas így nincs közel, nekem a Honvéd pálya van közel a lakhelyemhez. De a Vasas sincs annyira, de eleve azt hiszem pénteken lesz, lesz a Vasas Honvéd, ez biztos, hogy kint vagyok. Na mi lesz a Vasassal? Hát én voltam most kint egy edzőmeccsen, pont a pénzügyőrrel játszottak, és ott összefutottam egy régi játékostársommal, a Varga Endrével, akinek a fia a mostani ilyen összekötő, úgymond a német csoport és az itteni magyarországi vasas vezetők között, vagy tulajdonosok között. Akkor pont ő is jött, ez az apuka, úgymond a Varga Endre, akivel én együtt játszottam az építőkbe, és hát ők nagyon határozottak voltak, jött a fia is, és nagyon határozottak voltak abban, hogy megtörténik e hétfőn most a mai nap folyamán, akkor volt ez, azt hiszem szerda felé volt ez az edzőmeccs, és hát most úgy hallottam, hogy voltak valahol, vagy nem, itthon játszottak edzőmeccset a Pécssel, és ott is megjelent már az a úgymond olaszos nevű tulajdonos, a jövendőbeli tulajdonos, aki azt mondta, hogy igen, határozottan meg akarják venni a klubot. Jó, csak hát így bajnokság előtt nem változott a stábon. Ez mennyit osszoroz ilyenkor? Én szerintem a játékosok, hogyha ezt meg úgymond realizálódik, és ez le fog ülni ez az egész, akkor biztos, hogy feldobós inkább, mint leültetős. Hát érkezik egy úgymond tőkeerős tulajdonos, az egy játékosnak megnyugvás. Akkor lehet, hogy a Vasas lenyomja most a Honvédot? Hát én szerintem jó meccs lesz. Jó meccs lesz, ahogy láttam, a Vasas is jól játszott, a Honvéd is elég jól produkált az edzőmeccseken, Vasas is jól játszott, ebből egy jó meccs kerekedhet ki. Én egy kicsit azért a Honvéd keretét erősebbnek tartom, mint a Vasasét, úgyhogy én inkább azt mondom, hogy inkább egy kicsit a Honvéd felé mondanám, hogy ők az esélyesebbek ennek a meccsnek, de hát a futball az mindig tartogat meglepetést. Minden esetre én ott leszek, megnézem. Néhány szakember azt mondja, hogy a bajnoki címért ugye a Debrecen mellett a Fehérvár fog harcolni, és nem a Győr. A Győr az idő előtt el fog vérezni. Most itt a Magyar Kupa mérkőzés azt látszik igazolni, hogy igaza volt ennek a jó néhány szakembernek, aki így vélekedik, hogy inkább a Fehérvár lesz veszélyes a Debrecen, és nem a Győr. Egy meccs alapján nem szabad ítéletet mondani, azt mondom, hogy itt a harmadik, negyedik forduló után kiderül, hogy a Győrnél van valami törés, de én szerintem nem lesz, mert erős a kerete, sőt, még most az Allegerszeg legjobb ját is, a Kambert leigazolták, aztán még azért csak ott van egy Varga Roland, akit odavittek, ott van a Pátkai, akit odavittek, én szerintem nagyon erős keretük van. Akkor kik fognak harcolni az elsőségért a Debrecen akik mellett? Akik most ott elő vannak, a Debrecen, a Győr és a Videoton. Ez a többiek én szerintem nem fognak, a Honvédnak nagyon-nagyon sokat fog jelenteni ez, hogy ez a két legjobb támadójuk ugye eligazolt. A többiek meg szerintem azok nagyon messze vannak. Érdekes, inkább az elején nem is annyira érzek én ott nagy harcot, mert ott szerintem az a hármas az ott el fog menni a többiektől, inkább a vége lesz nagyon érdekes, mert az a Allegerszeg leszámítva 5 csapat van úgymond bajban, és egy pont különbséggel vannak, ami nagyon érdekes végjátékot fog hozni, hogy ott kikerül majd a kieső pozícióba. Mert ott 17 pontosok vannak, vagy 4 csapat, igen. Az nagyon-nagyon éles. Az Újpest is csak 2 pontra van, ugye a kieső helyen álló Pápától. Igen, a Újpestnek van azt hiszem 17, és a Pápának van 15. Igen, nagyon éles meccsek lesznek. Én azt mondom, hogy az ősz folyamán is lépegetünk előre, és a tavasz is jobb lesz, és én bizakodó vagyok, hogy az egész futballunk szépen fog fejlődni és erősödni, és közelítünk a Európai. Zetének szerencséje van, otthon kezd, és viszonylag egy könnyebb ellenfélre, ugye Pécssel. Meg lesz a 3 pont? Mert ugye most nagyon fontos, hogy kezd a Zalaegerszeg.
Hát én azt mondom, hogy nagyon fontos a kezdés, de az ET-nek ez az egy mérkőzés, vagy az első mérkőzés, az egy a sok közül. Itt nekik nagyon nagy sorozatot kell menni. Én azt mondom, hogy nagyon nagy a lemaradásuk, és ahhoz, hogy ők utolérjenek ott valakit, akkor az előtte lévőknek is nagyon gyengélkedni kellene. És folyamatosan. Nekik sorozatot kell menni. A jelenlegi rálátásom, eléggé sokat tudok róluk azért, mert vannak azért kapcsolataim még az alaiakkal. Én azt mondom, hogy sajnos nagyon nehéz a helyzet. Nagyon nehéz a helyzet, de megpróbálják, de nagyon kevés az esély. De a társát nem lehet megmondani, ki lesz a kieső társ az Zalaegerszegnek. Annyira éles és annyira közel vannak ott egymáshoz. Visszatérve a Pécs elleni meccsre, a Pécs meg egy komoly csapat, már olyan kértem meg nagyon komoly eredményekkel és nagyon komoly játékosokat is igazolt még a tél folyamán. Úgyhogy én inkább azt mondom, hogyha már az előbb kérdezted, hogy az esély, inkább a Pécsnek látok esélyt az első meccsen az Zalaegerszeg ellen. Szerdán válogatott mérkőzés, Bulgária ellen, Győrben barátságos mérkőzés. A mai hírek szerint teltház lesz. Hát ez teljesen normális. Hát a magyar ember az olyan, hogy ki van éhezve a futballra, hogyha pláne Nemzeti 11 ott azt a térséget, ott azt a Győr-Moson megyét egy kicsit megmozgatja a közeli emberek, de még szerintem sokan Pestől is lemennek. Teljesen normális reakció az emberektől, legyen is. Kicsit az időnek drukkoljunk, hogy ne legyen nagyon, nagyon hideg, de hát talán szerdára már jobb időt is mond, egy picit megint egy kis melegedést mond. Mindenféleképpen jó a válogatott szempontjából, hogy van, összetartják őket, összejönnek, hangulatilag egy kicsikét a kapitány el tud velük beszélgetni. Ez főleg nem is annyira a szakmai értéke van ennek, hanem inkább ilyen mentális dolog van ebben, hogy a szellemiséget tovább vagy fölébreszteni, vagy fölilleszteni, ami volt ugyebár az ősz folyamán, az most legyen a tavasz folyamán is. Összetartás alatt nagyon sok belbeszélgetés, nagyon jó dolognak tartom ezt, és akkor van nekik még egy meccsük, azt hiszem ebbe a tavaszi idénybe, és akkor úgy jönnek majd a világbajnoki selejtezők. Mondom még egyszer, főleg bolgár válogatott a játszani soha nem egyszerű, mert az ott is a bulgároknál azért elég komoly játékosok vannak szanaszét a világban, és azok ha haza lesznek hívva, akkor komoly játékerőt képviselnek. De hát a mieink is azt kell, hogy képviseljenek, megmondom, itt főleg inkább a mentáról van szó, hogy tartsanak össze, egy kicsit legyenek együtt, és utána abból tudnak úgymond meríteni majd a következő meccsre is. Laci, mennyire igaz az, amit általában mikrofonon túl szoktak mondani a edzők, hogy egy ilyen válogatott barátságos mérkőzésen nagyobb sztárok, a jól kereső labdarúgók nem teszik oda magukat, mert ugye barátságos meccs, vigyáznak a testi épségükre, hiszen azzal keresnek jól a klubjukban. Hát ennek van alapja azért, van alapja, mert nagyon sok meccset játszanak is, és mondom, hazajönnek, akkor egy kicsit felelek, hogyha én barátságos meccsről van, egy kis kellemeskedés. A dolog természetesen sportértéke is van, de itt azért az összetartáson van a hangsúly, egy-két apró taktikai variációt gyakorolva edzésen, meg ott vagy azon a mérkőzésen, de hát teljesen megmutatni magát úgy sem mutatja meg egy ilyen előkészítő mérkőzésen egy válogatott, mert akkor valami titkosítás kell, hogy legyen majd az éles meccsekre. De hát ennek van alapja, hát nem szakítják szét, hát ezért is nagyon sok úgymond előkészületi mérkőzést nagyon nehéz végignézni. Természetesen vannak jó meccsek is, amikor olyan kettő találkozik, akinál több a felszabadult játékos, vagy is kevesebb az óvatoskodó, de vannak olyan meccsek is, amit azért igen nehéz végignézni, mert nézhetetlen. Ezek az előkészülő meccsek, olyan sok tétmeccs van a válogatottaknak is, ugye az európai, Európa-bajnoki selejtezők, utána a világbajnoki selejtezők, utána úgy természetesen Európa-bajnokság, világbajnokság. Régen nem az volt, mert hát ugye nem volt ennyi mérkőzés. Igen. Tehát akkor ilyenkor, akár a magyar válogatott szempontjából is, akkor inkább ilyen mentális lelki felkészülés, hát egész, erre megy akkor az egész történet, hogy egy egység maradjon a magyar válogatott, vagy éppen a másik. Együtt vannak, együtt beszélnek át nagyon sok dolgot a kapitány és a segítői vezetésével, úgyhogy itt arról van szó, hogy legyünk együtt, és az irányt találjuk meg, és közös legyen az a gondolat, közös legyen a gondolkodás,
erről szól ilyen előkészülti mérkőzés. Na most szerencsés helyzetben van a magyar labdarúgó válogatott, mert ugye szeptemberben lesz az első tétmérkőzése. Tehát azt jelenti, hogy jó fél évig most lehet akár optimistán is írni, mert ugye semmi nem történik. Hát optimizmus most akkor most lehet végül is jó sokáig PR szempontjából építeni. Persze, a magyar labdarúgó válogatottat. De hát a pozitívan kell megítélni, mert az előző eredmények azok mind jósültek el. Ebből a selejtező csoportból, amivel ugye nem kerültünk ki az EB-re, akkor is jól vitézkedtünk. Itt mindenféleképpen ezt meg kell lovagolni, de én úgy veszem észre, hogy ezt meg is lovagolja úgy a MLS-nek a sajtóapparátusa, meg a kapitány is azért próbálja úgy csiszolni a tüzet, hogy mindenki azért fókuszáljon, vagy legalábbis a drukkerek fókuszálnak a válogatott felé, várja mindenki az NB1-es rajtot, de közben azért sokan ugye a válogatottba gondolkodnak, hogy ebből ki fog sülni majd egy jó őszi világbajnoki selejtező sorozat. Hát úgy legyen, ugye? Erre szokták hát, mondani. Nekünk a futballban dolgozóknak mindenki sikere szükség van, hát, de a válogatotton keresztül azért megítélik az egész magyar futballt, itt az a lényeg, hogy azért a válogatott szerepeljen jól, mert akkor az lefelé is bárhol a világban megfordulunk, a válogatott jó, akkor csettintenek jobban a magyar futballra, meg még ennek még olyan következménye is van, hogy magyar edzők könnyebben ki tudnak igazolni. Hát még az a jó, hogy a litvánok nem a magyarokkal vannak egy csoportban. Mit szólsz Németh Krisztiánhoz? Tényleg most már egy új, megváltozott Krisztián futballozik Hollandiában? Most került a helyére. Most került a helyére ez a holland liga. Ugye ez a válogatott szempontjában azért nem mindegy, hogy van egy jó Németh Krisztián, vagy nincs, mert ugye fiatal, be lehet népíteni, és hosszú távon akkor... Még szerintem sokan vannak előtte, mert azért van egy kis lemaradása most, uh-huh. mert azért igazolatlan éveket lehet az ő neve mellé írni, de hát azért vannak még előtte, a Szabicsék még lényegesen előbbre vannak, a Rudolf is ott van még előtte, még a Fecses Indi is előtte. Há igen, csak a Szabics ugye azért már ő már nem fiatal. De jó, hát ez... Most arra gondoltam, hogy hosszú távon gondolkodunk, ugye? Egy valakin függ ez a dolog, egy valaki néven Krisztiánon függ, hogy mennyire veszi ezt élesen, ezt a holland bajnokságot, most a jelek szerint, vagy a információ szerint élesen veszi, vagy legalábbis olyan helyre került, ahol fog játszani, és játszik. És az akkor már egy lehetőség neki arra, hogy hogy fejlődjön, legyen mérkőzés, úgymond rutinja, mert mondom, igazolatlanul hiányzott itt a másfél-két év alatt, és azért az egy játékosnál ebbe a korba azért az eléggé fokos tud lenni, vagyis formájába visszaesik, önbizalma egy kicsit elszáll. Mondom, most került egy olyan bajnokságba, ami pont ideális neki, mert egy játszós bajnokság, főleg itt a offenzív játékra és a támadó játékra helyezik a súlyt a hollandok, ez neki ideális. Három csatáros rendszerben játszanak a holland csapatok, az is ideális neki. Szóval én várom tőle azt, hogy fejlődjön és legyen olyan befejezése majd a pályafutásának, ami még messze van, ahogy indult, mert nagyon-nagyon jól indult, csak utána megrekedt egy kicsit. Zárásként? Jársz futballozni, mozogni egy kicsit? Hát szó, inkább a biciklizés van, most ugye rossz idő voltak, akkor egy kis szobakerékpár, most már alig várom. Csak azért kérdezem, mert tudom azt, hogy edzők össze szoktak járni futballozgatni. Konkrét helyem nekem nincs, de nem szólt még senki, mennék én szívesen, azt tudom, hogy Zalaegerszegről úgy jöttem el, hogy a Horváth Győző barátommal, aki a kapus edző volt, hát ott végigvertünk mindenkit lábteniszbe. Egyedül talán a Szalai Simon kettős tudott minket megvenni, de hát ők csaltak. Uh-huh. De ők csaltak, úgyhogy azért jobban, mint én. Mert ugye az viccesen szokta mondani a Csank, hogy egyik legnagyobb mozgó vonalakkal játszó játékos uh-huh. vagyok, ahol mozognak a vonalak. De hát ez azért jó eset, hogy sok játékost, de azok érdekes módon azok eligazoltak, mert úgy nyersz, az már Poznanban van, a Szluka Szombathelyen van, egy csomót elvertünk, és érdekes módon utána azok eligazoltak a klubtól. Jó, Laci, hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor hát hamarosan akkor kiderül, hogy mész litvánokhoz, vagy éppen továbbra is itt hamarodsz. Ígérem, hogyha ez kiderül, akkor egész biztos, hogy
hogy én fogok jelentkezni nálad, szembe azzal, hogy ilyenkor te szoktál jelentkezni nálam, hogy én fogok jelentkezni, hogy igen, sikerült, tehát én nagyon imádkozom, hogy legyen belőle valami. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm, Márkivel. További sportosat. A Dino Sport Híradót támogatja a Nemzeti Sport.